Nos tehát, referencia zene. Mit jelent az, hogy referencia zene? Azt jelenti, hogy egy olyan felvétel, ami jól szól, nagyon jól ismered, és bármilyen körülmények között ugyanolyan hangúvá tudod varázsolni, mert emlékszel rá. Ez miért fontos? Ez azért fontos, mert amikor rendszert állítasz be, akkor tudod, hogy annak hogy kell szólnia, és mire kell odafigyelni. Ha te vagy a helyi, akkor minden zenekar máshogy szóljon ugyanazon a cuccon. Ha te vagy a zenekar technikusa, mindig másik cuccon ugyanúgy szóljon. És ugye ehhez egy eszköz a referencia zene, amit csak beraksz, meghallgatod, és már tudod is, hogy hogy szól az adott rendszer épp. Tudod, hogy mire akarsz majd odafigyelni, mi az, ami nem tetszik benne, mi az, ami tetszik benne, mert azt a számot már meghallgattad nagyon-nagyon sok másik rendszeren, ahol arra is emlékszel, hogy az a buli éppen jó sikerült, vagy nem sikerült, milyen eredményt értél el. És ezáltal tudsz már előre következtetni, hogy mit és hogy akarsz, vagy kell csinálnod. Milyen a jó referencia zene? A jó referencia zene az, ami 20-20 kHz-ig ugyanúgy szól, minden a helyén van, dinamikus, jól van keverve, minden a hangszernek megvan a maga tartománya, ahol szól, és ezt jól leképezi. Ami hasonlít arra, amit szeretnél elérni. Ez ugyanúgy elektronikus zenében is működik, ugyanúgy koncertkörnyéken is működik. Nem véletlen például, hogy az egyik referencia zeném egy lábdobpergővel indul. Imádom, szeretem, ahogyan az szól. Szerintem úgy kell megszólalni egy lábpergőnek, innentől kezdve, hogyha ott valami zavart érzek, akkor már az én pergőm se úgy fog lejönni. Nagyon fontos megtanulni azt, hogy hogy szól. Hogyha minden rendszeren végtelenül jól szól, akkor nem biztos, hogy az a legjobb. Választani kell egy nagyon jó szóló anyagot, amikben nagyon jól elkülönülnek a hangszercsoportok, a tartományok és a freki tartományok, amikből lehet válogatni, lehet mire odafigyelni. Mire kell odafigyelni, amikor nem mérve, hanem referencia zenével állítasz be egy rendszert? Azt tűnik föl mondjuk egy rosszul beállított rendszeren, hogy például egy csúcs, egy keménység minden számban kilóg, minden referencia számodban ugyanott lesz kemény, ugyanott fog vágni. Az egyenletességet szoktam keresni, hogyha valahol nagyon zavaróan bánt, azt akkor veszem ki. És ebből szokott kialakulni az, hogy egy picit visszafogottabb rendszerem van, de azzal sokkal simább, egyenletesebb mixet tudok létrehozni. AB tesztelgetni, kibe kapcsolgatni az EQ-t, amit beállítottam, nagyon fontos és nagyon hasznos, ajánlom mindenkinek, mert az alapján nagyon sok mindent ki lehet deríteni, és el lehet dönteni, hogy jó irányba haladunk-e vagy nem. Azért az a szempont, hogy mindig előre haladni, tehát mindig próbálni csak javítani, és nem sokáig szöszölni egy-egy témán, az mindig hasznos. Mi az, amikor tudod, hogy jól csináltad, amit csináltál? Onnan tudod, hogy egyrészt a rendszer hangja kitisztul, részletesebb lesz, legalábbis ez a cél, amikor ezt csináljuk. Ugye nagy valószínűséggel a terem hangokat is meg fogod találni, ami cseng, ki fogod vágni belőle, húzni. Nem baj, de oda kell figyelni rá, hogy esetleg, ha rájössz menet közben, hogy mi az, ami terem, és mi az, ami rendszer, akkor a terem az változni fog. Tehát, ugye azért ezt nem szabad elfelejteni, hogy az első pár számba is nyugodtan oda lehet figyelni arra, hogy állítani az EQ-n, mert változott. A másik nagyon fontos. Három szám után már úgy is hozzászoksz a hangerőhöz, és nem fogsz tudni annyira részletesen figyelni. Az első három számod van arra, hogy ott megváltsd a világot. Ez egy ilyen műfaj. Fejhallgató. Hallgass meg fejhallgatóval, majd utána hallgass meg a rendszert fejhallgató nélkül. Ha van egy jó fejhallgatód, amihez hozzászoktál, arra jó referencia zenéiddel, akkor van mihez állítani, van mire állítani. Akkor az a referenciád. Lehet méregetni is, azt is lehet gyorsan csinálni, vagy lassan. Lehet ugye zenével is mérni, hogy ne a rózsajelet hallgassa a közönség. Ez is egy megoldás. Tehát, hogy mérni akkor, hogyha van rá idő, és lehet vele játszani, és akkor is meg kell hallgatni zenével, mert az az igazi. Én nagyon szeretem a lineáris hangleképezést, tehát, hogy nekem az a célom mindig, és ezáltal nagyon szeretem azt, hogy egy picikét lemezesebben is szól minden keverésem, ami azt jelenti, hogy laposabb, dinamikusabb, de mégis egyenletes,
viszont nem olyan átütő, mint másoknak a élő hangosítása, ami meg egyébként hozzáteszem, rendkívül tetszik. Tehát nekem nagyon tetszik az, amikor én egy vendéghangos, és ugyanaz a rendszer teljesen más, hogy szólal meg égtelenül dinamikusan és ütősen, mert sokkal nyersebb, és ez is egy nagyon jó szempont. Viszont én azt szeretem, amikor tényleg 20-20 kHz-ig folyamatosan, szépen, dallamosan jelen van, és csinálja a dolgát. Ez az én ízlésem. Na jó, ha tetszett, és érdekel még ilyen, nyugodtan lehet ötleteket küldeni egyébként hozzászólásba, hogy ugyan már mi legyen a következő téma, vagy éppen kedves ismerős kollégával, akinek ez hasznos megosztani ezt az információt, ne legyetek rest, csináljátok nyugodtan. Én meg megköszönöm nagyon szépen. További szép napot. Szevasztok!